Sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper vagyok. Júj, nagyon izgatott vagyok, hogy játszatok végre ezzel a játékkal. Ugye annyit előjáróban elmondok, hogy sajnos a régi gépemben ez nem futott. Mármint nem akadt, meg nem szarul futott, hanem abszolút el sem indult, mert ilyen kompatibilitás problémák voltak a régi, a hatmagos AMD processzorommal. Szóval nem is indult el a játék, és pedig mindig nagyon akartam vele játszani, és úgy gondoltam, hogy igaz, hogy AAA címek nem nagyon vannak a csatornán, legutoljára talán ugye a Mafia Definitive Edition volt, de ezt én szeretném végigjátszani. És még annyit elmondanék, hogy ez valószínűleg nem az a stílusú gameplay lesz, mint amit így megszoktatok tőlem, hogy ilyen nagyon bolond vagyok, hanem szeretném a sztorit megérteni, szeretném élvezni végig a játékot, és tényleg a történetre is fókuszálni, és emiatt nem fogom átlépni az átvezető animációkat, szóval ez egy jóval lassabb, és nem tudom, hogy elmondani. Jó, komolyabb gameplay sorozat lesz, mint amit eddig megszoktatok tőlem. Biztos lesznek fények, ismertek, hogy mindig minden hülyeségbe belekeveredek, meg mindig történik velem valami, de azért megpróbálom átélni ezt az egész szituációt, ami itt történik. Leginkább azért, mert most mondok magamról egy titkot, nem nagy valami nagy dolog, de az egyik kedvenc, hanem a legkedvencebb filmem az nem más, mint az Aljas 8-as. Körülbelül vagy 50-szer láttam minimum, és ilyen havonta egyszer biztos megnézem. Komolyan, havonta egyszer biztos megnézem, és maga az a stílus, az a képi világ, és az az egész, amit azt tud nyújtani nekem, az így nagyon-nagyon-nagyon érdekel. És igaz, hogy a sztorit százszor, ugye így már tudom pontosan minden szót, hogy mi történik, de maga a stílus, maga az egész, az nekem nagyon bejön, és ez a játék, főleg ahogy így kezdődik, úristen, most töltöttem be ezt a játékot, és kipróbáltam, hogy fut, és ugyanaz, azt komolyan mondom, ugyanúgy kezdődik szinte. Na, vágjunk bele, ha gondoljátok, maradjatok itt velem, valószínűleg, hogy nem lesz olyan hatalmas nagy nézettség ennek a sorozatnak. Jó, de nem is húzom tovább az időt, annyi még, hogy felraktam egy ilyen magyarosítást, nem tudom, jól működik, tényleg nem próbáltam ki nagyon a játékot, annyi, hogy jól fut-e, megnéztem, de iszonyat izgatott vagyok, lassú, szép, nyugodt gameplayre számítsatok. Let's go. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. Nem olvasom a feliratokat. Nem tudom, hogy tudjátok olvasni. Mert szeretnék figyelni rá, mert nem értem meg különben. Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old mining town, abandoned. Come on. Valahova megyünk. Úristen, milyen jól néz ki ez a havas rész. Egyébként ez szerintem itt már művészet az, amit a Rockstar például művelt ezzel a játékkal. Ugye ez konkrétan, hogyha így nagyon leegyszerűsítenénk, akkor azt mondanám, hogy egy GTA 5. Ilyen vadnyugati köntösbe, de nem, mivel ez ugye sokkal később készült, és emiatt így sokkal inkább kidolgozottabb. Na, megérkeztünk a bányász falu, vagy mi, hova? Melyikek vagyunk mi? Vagy komplet kompániánk van, egy család ő? Vagy pedig valami kis... Valaki nem jól van, úgy látom, ott volt egy ilyen hordágyas. Vannak nők, gyerekek. Miss Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Idősebb nő is, de jól néznek ki a karakterek. Davy halott. Volt egy... Más nem tettél volna. Meghalt az egyik. Now we've had a bad couple of days. I loved Davy,
Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. Gladly. But we're gonna ride out and we're gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here. Speed le fogunk telepedni. Now all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. We need you strong. Úgy, gyerekek, ez nagyon jól néz ki. Ne haragudjatok, hogy nem beszélek, de ezek a mimikák, meg ahogy beszél, meg a szinkron színészek. De látjátok, nem akarok annyira mindent kommentálni, inkább így átélni az egészet. Hogy néz ki ez a játék? És itt, na ez egy ilyen, ott vannak a szekerek, jaj de jó. Shift-tel ugye gyorsabban lovagolunk, mondjuk az nem volt túl bonyolult, de jól néz ki. Hóvihar! Hóvihar még nem jól nézett ki ilyen jól. Ja, hogy itt egy híd. Ez egy út akar lenni? Az igen. Egyébként régebben már olvastam arról, bocs, hogy megszakítom, lehet, hogy meg fogom szakítani, inkábban beszélek, mert ugye a történetre is kéne figyelni, hogy többek között ugye nagy újdonság az volt, hogy itt oldották meg azt, hogy ilyen tök jól tudott követni az NPC-ket, akár lovon, lehet, hogy gyalog is, nem tudom pontosan. Mert ugye mindig probléma az, amikor vannak ilyen eszkortos questek, hogy többen mentek, és akkor mindig ugye lemaradsz, futni kell, előre mész, és mindig ugye egy sebességgel megy az NPC, te meg egy másikkal, és így tök nehéz összehangolni. És itt azt csinálták, hogy ha egymás mellett mentek, akkor összehangolja a sebességeteket. És ezt már most tök érezni, hogy ilyen epik jó. Pinkertonék követnek minket. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. Beszélni kell vele. Jobb gomb. Milyen ez a pénzzel? Na milyen? Milyen pénzzel? És mi van a pénzzel? Valami hajóval valami volt. És valami város be lett rejtve valami pénz. És elsüllyed valami hajó. Legalábbis arról beszélnek, hát fogalmam nincs a történetről. Eddig még.
Én úgy tűnik nekem, hogy menekülünk. Valami rosszat csinálhattunk, vagy mi gengszterek vagyunk, vagy banditák? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light. Valamit anyát talált ez a csávó, ez elvileg velünk van. Follow me. És engem. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. És tök jól deformálódik a hó, ahogy mész benne. Hogy néz ki? Hogy néz ki az a játék? Egyébként én biztos vagyok benne, hogy technikailag vannak ennél fejlettebb játékok. Még ez a menü is, ahogy így megfagy, és abból lesz egy ilyen... Egy ilyen régi kép, nézzétek, ahogy megnyitod a menüt, és a háttérben meg ott lesz, mint egy ilyen régi fotó, ahogy lovagoltok az in-game játékból egy kép. Aha, én biztos vagyok benne, hogy technikailag vannak jobban összerakott játékok, de hogy ez mennyire el van találva maga a hangulat? Az a baj, én annyira utálom, amikor az első... menjünk előbbre. Akkor mi vagyunk az Arthur? Mi vagyunk Arthur elvileg. Beszélj vele. Biztos vagy ebben? Találkoztál még valakivel? F. Jó, igen. Mit is akartam mondani? Én nem szeretem, amikor ennyi nevet így a sztori elején elmondanak, mert fogalmam sincs ki, kivel van most. Azt hiszem be lehet kapcsolni azt, hogy ki írja, hogy ki beszél, mert az is tök zavaró, hogy hasonlóak a hangok. Beszélj vele tovább. Mennyire vagyunk még? Nem messze. Jól megoldották ezt az együtt lovaglást. Epic jól néz ki, epic jól néz ki is. Uh-huh. Itt van az a tanya. Csávó azt mondta, amikor találkoztunk vele, hogy mintha lennének itt emberek. Na, galoppozzunk gyorsabban. Az életerő a bal alsó sorokban jelenik meg. Uh-huh. Szívecske, jó. Az az életerő? A külső sáv mutatja a megmaradt életerődet, a belső max szintje befolyásolja, hogy milyen gyorsan töltődik vissza az egészséged. Aha. Radik, még vannak itt. Közelítsd meg a horgászállást. Ez megint ilyen mesterséges intelligenciával fordított, azt belekeveredett, úgy látom már. Felcsatolásod a lovad, E. Ja, kikötik? Ki felcsatolás. Hogy néz ki ez a kép? Hogy néz ki ez a kép? Nézd már meg! Aj, én imádom ezt nagyon. Többek között ugye a grafika is legyűgözött engem, mindig így a képek meg a videók alapján. Hát meg a Rockstar az egyszerűen, nem tudom, UFO gyülekezete.
Menj a fészedre, majd nyomd meg a Q gombot, hogy fedezékbe vonulj. Hogy állunk itt, apám? Nagyon durva, térdig ér hóba. Tűnj el a szem elő. Jó, megyünk. Akkor mi vagyunk az Arturok, legalább már annyira kémbe vagyok. Egyébként ez nekem nagyon adja a hangulatot. A aljas 8-ast, aki nézte, vagy szereti, az írjon már róla. Na, Q. Q fedezékrendszer van, várjatok, én meg beállítottam szerintem az egeret. Hogy legyen nekem olyanom, aha. Hogy tudjam változtatni a DPI-t. Gyorsan, meg lassan, hogyha kell, jó. Használt a véd a kinézés, az jó. Ez ilyen szokásos fedezékrendszer. Na kijött valaki az ajtón, kijöttek valakik az ajtón. Hárman is, bazze. Ezek rossz emberek lesznek, mi? Használt a kamera. Kocsim valami hullóval elkezdi, az egyik a haver. Holtasd van a szekérem, baza itt körbe, figyelj, itt is egy csávó. Csomóan kijöttek. Tartsd lenyomni a tabot. Jó. Tök jó van neki statisztikája, sebzés, lőszerkapacitás, tüzelési arány, újratöltés, pontosság. Mi az, hogy normál? Ja, ez lőszer típusok? Vagy mi ez? Hú, de jó. 49 lőszerünk van. Tárgyak. Jó, most mi? Mit én fegyverem? Engedd el a tabot. Aha. Tartsd lenyomva a jobb a céljeláshoz. Le kell lőni őket? Dír! Baze! Nem mondod, hogy... Egy lövéssel kettőt leszettem. Kalapját lelőttem, basszus! Radar a szélén, mutatja a fenyegetést, jó, hol? Ott a... fejlövés! Itt jön bal oldalt egy. De egyikünk elmenekül. Hol menekül, basszus? Hol fussak? Hagyd őt egyedül, nem bírja odakint. Az én fiam Arthur, szép lövés. Szép lövés volt, jó, oké, köszi. Kövensd Dutch-t. Hogy integetett? Ahogy megy a hóba, meg ez a hóvihar, meg ezek a fények, menj a francba. Jaj, ne haragudjatok, hogy ez valahogy ilyen folyamat... Nem lehetett volna lootolni? Összezőm készletet, nagy területek fedő radarjelzéseket keresni. Ja, azon keresni kell. Ja, mert ilyen nagy terület. Lutolni kell, ó, figyelj, mosogató! Bazzen, hogy néz ki ez? Aljas 8-as feelingem van megint. Aj. Aki szereti a vadnyugati filmeket, ezt nézze meg. Meg aki szereti az ilyen, ilyen nagyon drámákat, mint például a... Dolog című film. Keresés a szekrénybe, jó? Ugye sötét van, bazzen. Szekrény bezárása, vedd el, valamink van. Csemege kukorica konzerv? És megint van benn? Több is van benn. Az élet... Mi az élet mag időben lemerül és most üres? Amíg üres, negatív hatásokat fogsz tapasztalni. Te így izrél a karakter, ami meg van zudulva. B gomb, táska. Egyél egy ellátmányt, hogyha elrálasd az élet magodat. Ja, ott az élet magam. Jó. Csak ennyi? Katti? Katti? Különböző tárgyaknak különböző hatásai vannak, az étel elfogyasztása feltölti az élet magodat. Ja, jobb minőségű ételek. Figyelj, be is lehet zárni a szekrényt. Ah, nagyon nagyja. De meg milyen jól néz ki minden? Nincsen izé? Várja. Belső nézet. C.
Azt a betyár. Jó van, nyugodjatok meg, én még itt nézelődök. Van belső nézet, én nem is gondoltam volna. Egyébként tényleg nem gondoltam volna, hogy FPS nézet is van, de mondjuk ez így néz ki, jó, nem? De rohadt sötét van. Körül kéne nézni, hogy valami cucc még nincsen, nem? Gondolom ki kéne autolni, vagy ennyi volt. Mi van itt? Oh. Hát ezt elmondom nektek, szerintem ez kb. Így, nem is tudom. Mi az? Valamit? Ja, lehet izék kutakodni a szekrényekbe. Ott van valami. Kettő darab is. Egészség kúra. Három is. Ezek valami gyógyítalak. Ez ilyen orvosi szekrény. Azt a vegyár. És be lehet találni a szekrényt, figyeld. Akkurátusan. Tessék, ne vicceljél. Ez mi ez? Ruhák? Hát itt ugye feldúlták a dolgot a banditák szerintem. Ugye? Yeah. Körülnézek gyorsan, hogy mit lehet kandalónál. Ott is van valami, vizsgáld meg. Aha. Nézetváltás. Tükrözés. Mi az a tükrözés? Meg lehet fordítani. Aha. Nagyítás. Ez tök brutál. Nagyon jó. Na menjenek a frenébe. Nyugodj meg, testvérem, körülnézek. Hogy kell eldobni ezt a szart? Ezt vissza. Brutál. Jaj. Hú, biztos gondoljátok, nagyon itt eltökörészek, de én ezt nagyon élem az ilyen dolgot. Jó, izéhez kéne menni a Dutchhoz is. Jobb gomb? Az mi? Ja, válasz. Kiabált nekünk. Jó, most nyugodjál meg, még itt lutolok ezerrel. Litra. Ott van valami? Így világítanak, amíg vannak, de... Aha. Ne! Ki kiabáltunk neki, hogy izé, hadd fejezzem be a hely átkutatását. És ilyen interakcióra miért gondolnak? Valami zappogácsát vettünk fel. Mármint így nem lenne muszáj, nem? Le is googoltunk, lol. Bevertük volna a fejünket. És akkor olyan googolunk, hogy kell felállni? A kontroll. Itt egy szalámi, ezt nem lehet felvenni, de hogy nem, ott a szalámi. Sózott marha, most szalámi, hülye vagy kép, hát milyen szalámi? Jó, szerintem más nincs, nem? Így világítanak a dolgok, hogyha, de csak ha közelébe mész, ott az... Ott egy konzerv, ja, közelébe mész akkor, hogyha tudsz vele interaktálni. Jó, bocs, hogy itt tökörészek. Ott is a... Fier, hallod és nézegeti! Tényleg, hogy így... Jó, Dutchnak meg be kell megint szólni. Még mindig keresek, hallod? Barackkonzerv. Barackkonzerv. Még mindig van valami? Válogatott kekszek. Azt a betyár, még kilutoltuk ezt keményen. Lutolás elég fura, mármint úgy... De... Viszont tök élethű. Megjöttem, gyerekek, mi van, reggel van ma? Mit csinálunk? Arthur, keressetek tovább, meg nem tudom milyen másik neve. Nézd meg, van-e valami abban a... pajtában. Ó. Hát ez meg főleg izé. Aljas 8-as. Hogy megy ebbe a hóba, de nagyon adja. Vágja a havat. Mi ez? Bola altot, hogy nézd meg a célpontod. Aha. Ez nagyon jó, vizsgáld meg. Az tök jó. Egy altot így megpecinted és már mutatja is, hogy merre kell menni. De ez mi ez a csík? Az mi az a csík ott alul? Ezt nem vágom, az a csíkot, az mi ott alul. Mert így mutatja, hogy mit kell csinálni a mapon is. De az a csík. Nyisd ki a fajta ajtót. És rendesen így havasodik a cuccunk. Ah, Beck! Mi a franc? Ti szemetek lelőtték az úrkodáson. Kitöröm a nyakadat. Mi a... Ez meg milyen laza?
Mi folyik itt? Rámugrott az a zsávó. Figyelj, oda betámaszkodik! Cízik! Közel harc. Állanyád úristen így. De milyen jól néz ki ott a laj? A sára, a lábnyomok. Én nem hiszem el ezt a játékot. Jó. Sáros lett a csáva, hogy lecsaptuk oda. Tartsd nyomva a jobb gombot, hogy koncentrálj rá. Kihallgatni. F-beat? Az mi az a beat? Az leütés vagy ilyesmi? Meg jobb kérdés. Vagy nem, bal gomba kérdés. Valakit keresünk, de ki az? Kérdés, kérdezzük még. Mit csináltok ti szemetek? Miért vagytok itt fent? Megpróbálom kirobolni egy vonatot, felrobbantjuk a sineket, ennél többet nem tudok, esküszöm. Tégy vele, amit akarsz, nem érdekel. Van ilyen morálrendszer, vagy mi? Szivató, pótalkatrész! Mi az a pótalkatrész meg a szivató? Hát ez a, jó az a for... Nyomjuk meg, melyik? E? Vagy R? R. Vagy elengedtük, nem akartam elengedni egyébként, he. Vedd fel a gun. Jaj, de jó. Ott, mi, elejtettük a fegyvert? Ja, hogy? Jó, gum felvéve. Vedd fel a hát. Hát! Mit kalap? Nem hiszem el. Tiszta sár lett, meg kosza kalapok. Menj el francba. Tartsd lenyomva a jobb gombot, hogy a lóra fókuszálj. Ló. Nyugodj meg. Nyugtasd meg a lóvat. Közelítsd meg a lóvat. Mert mindig van olyan, hogy G. Lu! Megveregetheted a lovat. Lehet így kell ellopni lovat? Vagy mi ez olyan, mint a GTA-ban kocsilopás? Mi az? Ló elkö... Ez baze az? Ez így konkrétan elloptam a lovat, nem? Vezesd a lovat. A lóval való folyamatos kötődés növeli a ló bizalmát irántad és javítja a tulajdonságait. Ez a dolovat. A kikötési ponthoz, az hol van? Arról beszélgettek, hogy elengedtük a csávót. Ez nagyon kemény. Na, kössük ki. Vizsgáld meg az ajtó a házba, mi történik? Ez a nő ezt honnan szajtották? Júj! We mean you no harm. Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here. Come on now. Hát a kecó meg leég, akkor itt nem kell táboroznunk, jövett ezt el is intéztük. Három napja jöttek. A fish a férjem. Fönyújtottuk a házát végül, és biztos örül nekünk nagyon. Ez lakott itt, ez volt a képen, a nő és a férje meg a kocsiba héderezik, ugye? A takaró alatt. Hogy néz ki az a játék? Minden szőr látszik a kabátján a csávónak. Nem tudom mennyire rontja a YouTube, de ez epic. Adler a neve.
Hát most már nem Mrs. vagy, most Miss vagy újra. Úgyhogy meghalt az öreg. Ott van basszus. Itt nagyon nem foglalkoznak ilyen temetéssel, mi meg el se lehetne temetni gondolom fagyos földbe. Mit keresít két fejvadász a hóviharba Wyoming hegyei között? Ez az izé, zajos 8-ban volt. Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us. De ez ki ez a Colm O'Driscoll? Ez mi, ezt csomószor emlegették. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets. Találtunk ellátmányt, oké. Okay. Szerintem azt a vonatot ki fogjuk rabolni. Nem valami is, mit csinálunk arra volna? Bemutatkozunk itt a hóesésben, biztos ez nem tudom, ez lehet nem így zajlana, na. Mondjuk lehet, hogy igen. Én alig várnám, hogy bemenjek egy szál Halloweenbe. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea'll show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williams and a bunch of... Mi kaptunk egy szobát, az meg ott külön van. De miért? Mi ilyen iszék vagyunk itt, ilyen fejesek? Azt becsaptuk az ajtót. Ja. Mentés dolog volt, ugye kipróbáltam a játékot, volt egy mentési spotom emiatt, mikor most meg új játékot kezdtem, ugye ugyanarra menti. Belé, mi ez? Egy emlék által üldözve. Napok ó... Mi ez? Nem enyhő. Hello, Arthur. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. Valaki kint a hóviharban, annak a csajnak a pasija, úgy veszem észre, de viszont mi utáljuk, mint a szart. Nem nagyon akarjuk megkeresni. Ennek a csajnak a csávója. Valami John-t meg kell keresnünk. Biztos belekeverünk valami szarba. Ugye egyébként ilyen nagyon... Elvileg ugye ilyen... később jösszem, hogy ilyen szabad kezet fogunk kapni a játékmenetbe valamennyire. Szóval ilyen sandbox jellegű, vagy nem sandbox jellegű, hanem ilyen open world jellegű lesz. De gondolom ez az ilyen prológus, ami így fölvezeti az egészet, emiatt itt még konkrétan teljesen meg van körülkezünk. Kicsit esik még mindig a hó, mi meg itt bandázunk én. Füstöt látok, gyere nézzük meg! Ne haragudjatok, hogy az árvezetőket nem lépem át. De fogalma sem lenne, hogy mit csinálunk szerintem. Mondjuk itt se sok. Úgy tűnik valaki elment. Arra. Ez konkrétan egy indián, akivel vagyunk, mert ilyen poncsóban van, vagy valami mexikói. Kövess. Javier, vagy milyen neve, úgyhogy ez szerintem valami... Xavier, vagy hogy nevezik ezt? Várjál, J az H, nem Javier. A spanyolban. Lóvó egészség állapot a balos sokban ennek meg a lovar összeesik, ha az életelő sávja teljesen nem erül. De Franco. A ló állóképességben van valósos sorokban. Aha, ott az állóképesség is.
suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Csak az a baj, egyszerre figyelni még a sztorira is. Végig gomb. Dutch killed a girl in a bad way. But it was a bad situation. Jaj. Ez a legtávolabbi nekem ez adja. Bazze, lenézett a karakterem. Konkrétan láttátok a karakterem, ahogy ment a szakadék mellett, lenézett. Lenézett balra. Belenézett a szakadékba, hogy közel megyünk, és akkor így nézett így standított. Ó, hozzá én meg zoomolni akartam, de nem. Hogy lehet ennyire részletes az animáció? Hogy ilyenekre figyel. Komolyan, egy csomó mindent észre se veszünk szerintem, hogy mit csinál a karakterünk, meg a másik karakter. És nem veszük észre, hogy olyan, azt mégis mennyire részletes. Most ezt is például tök véletlenül szúrtam ki, hogy benéz oda. Meg még ki tudja, miket várjál, C-vel nézünk vissza. Lehagyja fejét, mert szembe fúj a szél, menj a francba alland. És merre kell menni, mi van, hova megyünk itt már fel? Ja? És tényleg, amikor itt fúj a szél szembe, akkor így lehagyják a fejüket. Amikor mondjuk nem. Amikor így fölegyenesednek. Jobban. Hát ez elég veszélyes, nem? Megyek a szakadék fele, kíváncsi vagyok, megint lenéze. Nem. Javier, ja. Pont az egyik kedvenc videósom csinálta Gunról. Talán a legelső ilyen open world vadnyugati játékról videót egyik nap. Az meg még főleg meghúzta kedvem ehhez. Ez a Jonnak a ló óta. Segítséget kért. Segítséget kért. És milyen jó a mozgás a lónak, figyeld. Húzom a gyeplőt és fordul balra meg. Rá. Mit kellene őrizni? Valami volt. Kiírta, de mindegy. Jó, gyalog kell menni. Egyszerre csak egy oldal fegyver viselhetsz a hordott fegyvereket. Lomadon tárolt fegyverekkel cserélheted. Közelítsd meg a ló nyergét. Ezt miért tartjuk így a kezünket? Tartsd lenyomva a tabot a tárolt fegyvereid megtekintéséhez. Használd a billentyűt az oldalfegyverek kiválasztásához. Ah! Q és E. Segítségével válasz ki a fűrészes puska opciót. Ja, lefűrészet csövő, köszi. Engedd el a tavat, hogy felvesd. Ja, mint egy ilyen raktárként üzemel a ló. Jó, oké. Okay. Ruhája a csávónak. Az egy töltények látszanak az övedebb, basszus. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy nem mondjuk ezek pisztolylőszerek. Ha előrébb az összes pisztolylőszer, az úgy lehet, hogy vagy az csak egy design. Azért az már kemény lenne, nem? Az nem hiszem. De egyébként nagyon sok dolog valamilyen hiper részletesebb a játékban. Közi magasan vagyunk, ez mondja a karakterünk, nem mondod. Lol. Az állóképessége bal alsó sarokban látható, a kis külső sáv kimerül, amikor futsz, ugrasz vagy mászol. A belső mag szintje befolyás, hogy milyen gyorsan töltődik vissza. Akkor a belső mag az mindig az ilyen, hogy mondjam, ilyen hard
része a, mondjuk az életerőnknek a külső az meg ilyen soft, ami ilyen visszatöltődő. Google le. Végre egy játék, ami értelmesen is Google a karakter, nem úgy, mint egy idióta. És basszus, arra kíváncsi lettem volna, hogy itt elolvad a hátunkról a... Ó, de nem húzom az időt. Kitartásod kimerült, a mozgásod sebessége korlátozott lesz. Jé, meg fázunk, meg minden bajunk van, de jó. Na, fel kell másznunk azért innen, lehet, hogy nem kell leesni. Mi? A látóhatár, ja, majd most ilyen köd van, de egyébként ilyen brutál látóhatár lesz. Megyek, bazd, megyek. Még a leugrásnak is ilyen animációja. Ja, le vagyunk merülve, kéne enni, vagy valami, nem? Hideg van, nyugtalankodik a karakterünk kicsit. Szarul vagyunk el. Azok ott vissza a viszkit. Adjál nekünk is. Kentucky Bourbon. Várját, folytasd az evés és az ivást. Ez várját, B, ugye? Mit tegyünk? Együnk ilyen konzervet. Ezt a sózott húst. Hogy kell? Ja. Kövesd Javiért. De még, még mindig szarad a magom. Ja nem, az már jó. Ó, visszanyertük a... Mutatja, hogy mit tölt vissza bizonyos dolog. Láttad? Ugye? Ez tölti vissza ez azt. Ez meg károsítja az élet magunkat. És valami micsoda a halott szemmagot is visszatölt, halott szemmag. Ez még nem volt, biztos valami tutoriál lesz rá majd. John, jövök. Mit? Hív John-t. Kiabálunk, basszus. Jövök! Jövök! Segítek, John! Segítek! Na. Quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Arthur Morgan, az a nevünk. Arthur Morgan. Szerezzük meg legalább a többit nem is. Jó, a John az le van egy kicsit szedálva. De mi történt vele? Szerintem egy kicsit pofára esett itt. Megfagyok. De azért jó emberek vagyunk szerintem, mert így ezt utáljuk azt a csávot, de azért segítünk neki, meg mondtuk is neki, hogy ilyen kis utalások, hogy ne hallj meg még cowboy, meg ilyenek, meg visszük a hátunkon. Mi az VSD séta? Micsoda cinematic interaktív árvezető vagy, nem tudom mi az akar lenni. És tudom, hogy hogyan menjek most így. Ez a John, ez mit kavart? Vagy hova akart menni? Ez gyanús az a John nekünk, gyerekek. Nem ez valami áruló köcsök lehet? Aztán le akart lépni tőlünk. Na, hál' Isten. Az igen. A francba elkezdi. Majd jelentem meg figyelmüket, amíg te lovakhoz mész. Menj, én majd lecsalogatom őket. Lecsalogatom, de jó nekem. Tartsd a farkasokat Javiertől és Johntól. Oké, okay. És hogyan? Ja, hogy jönnek? Azt a petyár. Föl vagyunk. Köcsögö! Ezek... Hé! Hey! Tárazok, hülye gyerek! Mi a... Mellé, bazd, mellé! Gyere vissza velem! Hú, ez elment. Ez megharapott azért, na! Hogy elkapta a kezemet?
De azokat lehetne lootolni, vagy valami mutatja a minimapon. Szerintem lehetne lootolni, de mondjuk lehet, hogy nem most kellene. Megyünk. Lőfegyverek, lórakomány, leszarom. Menjünk. Hogy kell felülni? E. Kövesd Howard-t. Menjünk! Ezt jól megoldottuk. Az első arc volt farkasokkal táncoló. Nem, nem megyek át hülyébe. Rendbe fogsz jönni. Olyan, mint egy kutyaharapás. Ismertem egy fickót, akit megharapott egy kutya, egy órában később meghalt. Ez jó. Van humoruk. Nem fogsz meghalni. Még nem. És lefele szerintem könnyebben mész a lóval, erre is figyeltek ilyenre. Még jönnek. Hol? A párt szövő. Ez mellé jön. Hű gyerekek! Ez menet közben van a legnagyobb buli. Jaj, ne, visszafordultam, hogy hülye! Elestem a lóval! Elestem a lóval! Elestem a lóval, bazze! Fölömbölgött a ló! Menjünk! Szegény Javier! Fejlővés! Bazze! Szerintetek? Elestem a lóval! Most nem azért, de... Szerintem ember még nem csinálta így, hogy neki megy a fára. Tudd meg a tamberencsit elakasztani egy felszerelés fegyvert, jó? Neki ment a fának, a ló fölömbölgött, érted? Mind a büdös bogár bazze lábai felfelé álltak. Elveszíteni a szagot? Ah, lovagoljunk a vízbe, azt mondja. De az is milyen jól meg volt csinálva, rendesen elesett a ló, meg úgy kelt fel, nem ám az, hogy így visszaszpónol, vagy hirtelen talpra áll, vagy bugolgatott. Az epic. Nem tudom, hogy tudok menteni? Vagy ment ez? Mikor ment ez? Nem, nincs valami ikon? Itt vagyunk, hazaértők. De jól néz ki ez az egész, mennyi a francba. Hogy fújja a szél azt az egy fát ott? Ezt megnézném, ha elolvadna, hogy akkor gondolom más lenne itt minden. Gondolom tél van. De egyébként a rockstarosoknak ilyen fétise, hogy ilyen... Hogy ilyen téli időszakban kezdődik a játékuk. Úgy, mint a GTA 5, tudjátok. Idiótász! Spanyolul beszélt a csáv. Lecseszte a nője. Van mi más elveszett szűz, akit meg kell mentenünk? Nem ma. Just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, I suppose we'll have to keep heading east. East. Keletfele kell mennünk tovább. A civilizáció? Tudom. Ez valaki előbb bujkálunk, mi gyerekek. Valaki előbb bujkálunk, szerintem mi nem vagyunk egy jó emberek, vagy nem tudom. Hetek óta melekedünk, találtunk menedéket egy régi elhagyott bányászvárosban. Míg várjuk az olvadást, nem éppen a tavasz, amit reméltem. Mi ez? Tartsjon be az F1-et a részletekért, erősnek leszünk, felmelegszünk és várunk. Mi ez? Hol vagyunk? Ha kitör a villan, elindulunk? De itt biztonságban vagyunk. Elég meleg van. Ezek miért? Ki beszélget itt, bassz? Ja, itt is lehet kutakodni mindjárt. Olyan dialógusok vannak, bassz. Mit gondolsz, Arthur? Jó, basszus. Nézzünk körül. Ülj le van. Keresés a fiókban. Vedd el.
No. Okay. Kicsit a fordítás nem a legjobb, de azért elviselhető. Ez mi ágy? Nem ágy. Gyerekek, a moncog a kalapunkon így izé, így libeg. Lehet ülni. Kicsit meg dumálgatnak. Szerintem ezt a könyvet így lehet cseszegetni. Mi az F1? Hiába nyomok F1-et. Hosszan nyomom az F1-et, nem nagyon történt semmi. Lehet, hogy valami fordítási hiba. Azt a betyár. Ott a lovunk. És itt vannak küldetések, ez meg szerintem ez a táborikon. Ez meg azt jelenti, hogy így itt vagyunk letáborozva, nem? Mármint itt gyakorlatilag itt van most valami otthonunk, vagy valami ilyesmi lehet. Na figyeljetek, srácok, szerintem elbúcsúzom, és innen folytatjuk ezt az egészet. Ah, és ha bemész valahova, akkor sötét van, ez tök így van, nem? Hogyha világosról. Itt egy nő. Ezekkel lehet interaktálni? Lehet, bazd meg. Jó vagyok, köszönöm. És bazd, mindenkivel lehet így interaktálgatni. Hogy íze, hogy nézett így oldalra? Vakarja a fejét, nagyon jó. Á, bocs, hogy én ilyen vagyok, hogy itt tökölök, de nem tudok betelni ezzel a játékkal. Hello, haver, szia. Mi újság van? Ezzel is gondolom lehet. Így igazából nyomgombot nyomsz. Valami money el van ráérve a Blackwaterbe, vagy mi is van. Jó, figyeljetek! Akkor innen folytatás következik. Shift-tel basszus, tök jó, mert nem fut itt bent, hanem így meggyorsítja a lépteit. Innen folytatjuk, köszönöm szépen a figyelmet, írjatok nyugodtan, hogy milyen... hogy játszottatok vele, vagy mi a véleményetek róla, vagy pedig jó ez a stílus, meg hogy toljuk-e tovább. Én mindenki végig akarom tolni, de hogyha gondoljátok, akkor így gameplay-en belül veretjük neki. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!